Jó estét kívánok! Eljött a vidám hétfő, sajtóklub Bencsikkel, Lovassal, Huttal és Bayerral. És kezdjük az Index történetével, mert egy teljesen újfajta független újságírás bontakozik ki immáron a szemünk láttára, hiszen mit hetek, mit hónapok, évek óta tudjuk, hogy mi mindannyian, meg az egyéb szerkesztőségeknél dolgozó kollégáink, mi mind láncos kutyák, láncra vert pitbullok, sőt rózsaszín pitbullok, tacskók, csahosok vagyunk, mi kilóra meg vagyunk vásárolva, hírből sem ismerjük a függetlenséget és a saját gondolatot, de ott van a túloldalon egy ilyen végvárba zárt, fantasztikusan bátor, hős kis sereg, aki független mindentől, ők képviselik a független, becsületes, tisztességes újságírást mi velünk szemben. És hogy ez mennyire így van, ez most kiderült az elmúlt napokban, amikor is az a hír, amit mi hosszú évek óta, 14 óta folyamatosan mondunk, utalunk rá, célozgatunk, időnként kimondjuk kerekperec, hogy valaki rajta tartja kezét az Index nevű hírportálon, ez most hétvégén fekete-fehéren kiderült. Kiderült, hogy Simicska Lajos lehívta opciós jogát, megvásárolta az Indexet kiadó vállalatot, majd az egészet egy olyan alapítvány tulajdonába helyezte, amely alapítványba beültette saját legjobb embereit. Az Index főszerkesztője ekkor tollat ragadott és írást közölt saját lapjában: Dudás Gergő, Dudás Pubi, ahogy te szereted hívni, Dudás Pubi pedig a következőket írja, azt mondja: nem félünk? Nem. Persze hülye az, aki ebben az országban, az épülő illiberális államban nem fél, van mitől bőven. De félve nem lehet jó újságot csinálni, maradjunk annyiban, hogy aggódunk már egy ideje, ránk szállnak-e. De leginkább dühösek vagyunk. Dühösek, hogy nem lehet nem reális veszélynek tekinteni, hogy a kormányzat elfoglal mindent, amit tud, és propaganda kiáltványás hülyeszti, mint szegény megboldogult Origót. Simicskáról csak nagyon-nagyon sokkal később esik majd szó, tehát ebben a kifakadásban ugye arról kell értekeznie Dudás Pubinak, hogy a kormány elfoglal mindent, mintha az Indexet, mintha őket is a kormány foglalta volna, ellen pedig a kormány legádázabb ellensége, Simicska Lajos. Ez a helyzet most az Indexel. Gyerekek, szeretném, hogyha hallatnátok hangotokat az újságírói függetlenség helyzetéről Magyarországon. Kezdje Geri. Engem annyira bosszantanak ezek az emberek, hogy nem is tudok semmi szalonképeset mondani. Tehát van egy ilyen zárt osztály nevű újságírónak mondott Türgéknek a csoportja, ahol mi, ahogy mondod, a fideszesek láncos pudli kutyái, a propaganda nagymesterei, meg minden, ami lehetséges, rossz vagyunk, és ezt olyan emberek írják, mint például a 444.hu munkatársai, ahol egyébként Soros Györgynek közvetlen tulajdonrésze van, és két bizalmi embere is helyet foglal ugye az igazgató tanácsban. És akkor itt van az Index, akik szintén ugye a szabadság utolsó kis aprócska körei, és Simicska Lajos bevásárolja magát a cégbe. Tegyük hozzá, hogy már két... A 100%-os tulajdonban, nem a cégben. Hanem 100%. Bekebelezi. Igen. És tegyük hozzá, hogy a Lajos... Jó, tudjuk, hogy már 2014-ben sem a jobb oldalnak építette ezeket a kis befektetéseket, hanem magának, hogy a zsarolási pozícióját, az akkor már kiélesedő vitába, hogy ő mit szeretne ellopni, és ezt miért nem lehet megtenni, erősítse. Tehát ha az erkölcstelenség eszenciája a magyar médiában most így kitapintható, az ott van az Indexnél. Uh-huh. Tehát az Index most a leggusztustalanabb, legerkölcstelenebb, legkevésbé független médium, amelynek egyetlen feladata van a hétvégétől fogva nyilvánvalóan, az pedig a zsarolás. És hogyha
Egy valamit nem tehet az újságíró, az a zsarolás. Tehát az minden média etikának az alapja. Hogy az olvasóid bizalmaimával visszaélve, te ilyen egyéni akciókat nem hajthatsz végre. Az, hogy nekünk van véleményünk, mert mondjuk Gyurcsány Ferencet egy futóbolondnak tartjuk, az etikus, azt el lehet mondani. De nem állíthatjuk azt, hogy mondjuk Gyurcsány Ferencet a hétvégén megölték, miközben él, és így tovább. Tehát maradjunk abban, hogy a legalja.hu az mostantól fogva mindenképpen az Index lesz. Pista? Én életemben először az Indexnek a védelmére fogok kelni, ugyanis én nem egészen értem olvasva a jobboldali sajtót, ugyanúgy, mint a balliberálist, hogy tulajdonképpen a Simicskának korábban is ugyanolyan befolyása volt, csak nem ugye tulajdonszerűen úgy, mint most, hogy miért kellene felállniuk az Index munkatársainak, akik ugyanazt írják, ugyanazt a gyomromat forgató cikkeket, mint korábban. Tehát én azt hiszem, hogy semmi nem változik. Ami roppant kíváncsi leszek. Hogy gondolod, hogy megváltoztatják a hangjukat? Írják, hogyha ma reggel kinyitottad az index.hu-t, akkor egy ilyen magyar nemzet sajtószemlével szembesültél benne, úgyhogy abszolút nem változtak semmit. De egyébként az Indexel az a fő gond, és ezt tényleg évek óta tudjuk, hogy az Index az az online médium, sőt az a magyar média, aminek minden négyzetcentije eladó. Tehát nem egy picit, meg lehet befolyásolni, meg ha sokat hirdetek, akkor majd azt írja, amit én szeretnék. Nem. Az Indexhez odamész, és azt mondja, hogy szeretnék egy ilyen cikket iratni, itt van 100 millió forint, ha mondjuk egy minisztert szeretnél éppenséggel tönkretenni, és megkapod. Megkapod, ezt mi is kipróbáltuk. Álnéven kértünk néhány évvel ezelőtt egy orvosi témában ajánlatot, és az Index címmodalára kaptunk 1 millió forintért. Kaptunk ajánlatot. Szóval az az alap, ami mindig is orvosi témában ezt meg tudom erősíteni. Maradjunk ennyiben. Andrics? Nagyon rövid volt az oktatói pályafutásom, valószínűleg azért, mert amikor végre valahol ilyen vendégi előadóként az újságírásról beszéltem, akkor az elsőben azra kezdtem, hogy kedves kollégák, hogyha találkoznak valakivel a szakmából, aki azt mondja maguknak, hogy létezik objektív, független újságírás, akkor fussanak, amerre láttak, mert aki ilyet mond, az ennél nagyobb gazemberségre is képes, hiszen nyilvánvalóan minden médium tartozik valamilyen érdekkörhöz, üzleti körhöz, politikai körhöz, a legtöbb médium ezt büszkén vállalja is, és ennek megfelelően egyfajta aspektusból ábrázolja a világot. Meg, mert hogy jó esetben, szerencsés esetben az adott médium, ami áll az abban a médiumban dolgozó munkatársak összességéből, szerencsés esetben a tulajdonos, illetve a tulajdonos érdekköre és avagy politikai meggyőződése, az ugye egybeesik az ott dolgozó munkatársak politikai meggyőződésével. Mondjuk ez a helyzet mi nálunk. De mi láncos kutyák vagyunk, akik szemét módon föladtuk a lelkünket és a gondolatainkat. Ha előáll az a helyzet, ami most itt, amiről te értem, hogy hova akarsz majd kirukadni, ugye ezek ugyanúgy elkötelezettjei egy értékrendnek, ugyanúgy elkötelezettjei egy tulajdonosi körnek, és annak is van politikai és egyéb érdekköre, csak ők azt hiszik, hogy ezt 25 éve, 28 éve le tudják tagadni. És el tudják hitetni, hogy ők senkihez nem tartoznak, mert ők rohadt függetlenek. Miközben egy frászkarikát. Na, erről van az. Ez az, amiért, hogy ha valamiért pofonos ládát kell kinyitni, ahogy a Magyar Idők javasolta néhány nappal ezelőtt, akkor ezért, tehát ezért az irritáló, farizeus, szemforgató hazugságért, hogy ők a függetlenek, és legyünk szerintem még elegánsabbak, vagy még megengedőbbek abban, amit mondtál az előbb, hogy szerintem olyan is van, amikor a befektetőnek a médiavállalkozónak a szellemi küldetése egybeesik azzal, amit a szerkesztőségének a meghatározó véleményformálói gondolnak a világról. Mert ilyen is van. Na hát, tehát miért kéne mindenkinek dekára megvásárolva? Tehát, hogyha mit tudom, én véletlenül rosszul töltjük ki a számlát, akkor felállunk a Sajtóklub 21. percénél, mert addig van kifizetve. Hát nem így működik a világ. Ha nem lesz 5 forintunk se, akkor is ugyanazt fogjuk mondani. De hogy befejezzem a mondatot, ha az urak megengedik, az lenne, hogy
Itt tulajdonképpen annyi történt, hogy láthatóvá vált, amit tudtunk, láttunk mindig is, hogy tehát nincs független újságírás, minden médium valamilyen jól definiálható érdeket képvisel, védelmet szolgál. Ez nem zárja ki, hogy az igazság megismerésére törekszik, de az igazság, mint tudjuk, ezer arcú. Ami nagyon szimpatikus, hogy ez a folyamat elkezdődött, tehát az Index egy spontán lelepleződés, spontán módon lebent el a fátyol, és láttuk meg, hogy természetesen van gazdája ennek is. Ugyanez a tisztulás látható a CEU Közép-Európa Egyetem esetében, ahol egyszerűen arról van szó, és azért örjöng ez a másik oldal, mert arra kényszeríti őket a törvény, hogy láthatóvá váljanak, lehessen látni, mi van mögöttük, és ugyanez a helyzet a civil szervezetek, amiről már beszéltünk a korábban, hogy semmi gond, azt csinálnak, a közel 70 ezer civil szervezet van Magyarországon, ebből egy tucatnyi az, amelyiknek gondot okoz az, hogy nem akarja megmondani, hogy honnan van a lé, és ki milyen feladattal bízta meg őket. Ez egy tisztulási folyamat, amit én látok, és nagy kérdés, hogy ugye csütörtökön találkozik George Soros kelet-európai származású milliárdos az unió vezetőivel, és megpróbál nekünk beakasztani, remélhetőleg nem fog sikerülni. Azt nem lehet mondani, hogy nincsenek minőségi ellenfeleink, de még azt engedd meg, hogy elmondjam, hogy a hétvégén voltam egy ilyen pódiumbeszélgetésen, ahol éppen ugyanez volt a téma, és ott az egyik hallgató megkérdezte, hogy a sajtó, mint negyedik hatalmi ág, hogyan tudja a függetlenséget, stb. Mondom, ne hülyéskedjünk már. Ott van minden elrontva, hogy az egyébként semmit nem érő médiaiskolában, a kommunikáció szakon ezzel a liberális maszlaggal beetetik a ifjú újságíró jelölteket, hogy ők a negyedik hatalmi ág. Miért? Akkor az ötödik meg a doktor, aki nem fog megműteni, a hatodik meg a magyar villamos művek, aki ha akarja, lekapcsolja a villanyt, és akkor mindenki szívni fog. Mennyi nem. A nagyobb hatalmi? Hajaj. A média az egy szolgáltatás. Lenne normális esetben. Amit jó esetben a saját közönsége, olvasói, nézői minősítenek és értékelnek fel, és egyetlen feladata van, főleg a magánkézben, és most nem a közszolgálati médiáról beszélünk, aminek azért ugye az objektivitáshoz tartani kell magát, hogy tisztességes legyen, hogy ne próbáljuk a saját nézőnket, aki bennünk megbízik, átverni. És betartsuk azt az alapvető média etikát. De attól ez még egy szolgáltatás marad. Valaki megrendeli, mert megnézi, valaki kifizeti, valaki megcsinálja. Nem akarnék a szavakkal lovagolni, csak ennyit, hogy én az objektivit értem világos, tehát le kell írni, hogy jött a villamos, elütött egy embert, meghalt szegény, ennyi éves volt, ez így objektív. De én inkább azt mondom, hogy a jó hiszeműségre kell törekedni, és az átláthatóságra. Tehát, mert egy egyszerű közlekedési balesetnél nincs gond. Azért egy politikai konfliktusnál, lásd a Közép-Európa Egyetem ügye, ott nyilvánvalóan számít, hogy ki milyen attitűdből, milyen érdeket. Például az egyik azt mondja, hogy én Magyarország érdekét képviselem, a másik meg azt mondja, hogy én a George Soros úr érdekeit képviselem. Nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan interpretálja ezt a szituációt. Most képzeljük el a szerencsétlen kommunikáció szakon végzett diákot, aki utána jelentkezik a 444.hu-hoz, és esetleg fel is veszik, és elmondja, hogy ő mostantól az objektivitás lovagja, és a negyedik hatalmi ág, és akkor szólnak neki, hogy bocsánat, de van itt egy külföldi úr meg egy hölgy, és azoknak a véleményét legyenek kedvesek tiszteletben tartani. No, az imént elhangzott András részéről az a szó, hogy átláthatóság, akkor hagyd lovagoljak ide egy pillanatra, jó? Itt egy friss hír. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Azt mondja, Magyar Hírlap írta meg, a Soros milliókból tengődő TASZ tojik a törvényekre. Nem adja ki a TASZ a Magyar Hírlap által kérvényezett közérdekű adatokat, mert szerintük rájuk nem vonatkozik az információs jogról és az információ szabadságról szóló 2011-es törvény Magyar Hírlap által hivatkozott passzusa. TASZék annyira civilek, hogy a következőt merészelik mondani. Ez a törvény csak akkor jó, ha az nekik kedvez. Történt ugyanis, hogy pár hete a magyarországi civil atyaúristeneknek számító George Soros által finanszírozott TASZ és a gyurcsányista DK is telekürtölte a liberális sajtót, hogy a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány, amely a TASZ-hoz hasonlóan közfeladatot ellátó szerv, köteles kiadni a működésével kapcsolatos adatokat, így a megkapott TAU pénzek összegét is.
Csak hogy most a Magyar Hírlap döntött úgy, hogy adatigénylési kérelmet nyújt be a TASZ-nak, a Transparency Internationalnek, a Magyar Helsinki Bizottságnak és az Ökotárs Alapítványnak. A napilap arra volt kíváncsi, hogy a szervezet munkáját segítő tanácsadóknak mi a neve, javadalmazásuk és költségtérítésük összege, milyen befektetésben, esetleg értékpapírban tartják a vagyont, hány pályázaton vettek részt, mekkora támogatásban részesültek, kik voltak győztes pályázóik, és mekkora összeget ítéltek meg összesen a számukra. És a vezetőség tagjainak mennyi pénzt fizettek ki a megalakulás óta tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén. Senki nem is válaszolt, illetve kivéve egy szervezetet, illetve bejelentették, hogy rájuk a vonatkozó törvények nem vonatkoznak. Uraim, Pista? Hát ez tényleg egy tragédia, és a Magyar Hírlap nagyon okosan azt a címet is adta, a kettős mérce ugye az egyik címe, ez volt ennek a cikknek. És én azt hiszem, hogy hihetetlen mértékben nem vagyunk felkészülve erre a kettős mércére, és nem eléggé küzdünk ellene. Megnéztem az Ignatjevéknek, a Soros Egyetemnek a honlapját. Ugye Ignatjev most elmegy az Európai Unióba, és azt mondja, hogy micsoda szörnyű veszélyben van az egyeteme. Kérek szépen, olvassátok el, angol nyelven tájékoztatja az odaérkező diákokat, illetőleg oda vonza, hogy gyertek, az égvilágon semmi bajotok nem lesz, azért, mert itt a kormány, mármint a magyar kormány, itt próbál valamit csinálni. 13 pontban le van írva, hogy miért nem lesz bajuk. Hát egy jobboldali lap miért nem közli le ezt a 13 pontot? Szóval állandóan ettől... Megértettük. Egy... Vettük az adat. Feladat. Igen. Feladat van, leközöljük. De tök igazad van egyébként. Egyébként csak ne haragudj még az, az is, hogy... Ha a saját honlapjukon azt mondják, hogy nem lesz semmi baj, gyertek nyugodtan, akkor mit hisztiznek? Brüsszeltől Washingtonig mindenhol. De csak még egy másodperc. Itt is emancipálni kellett ugye a szegény Echo TV-t, amelyik hihetetlen mértékben törvénytisztelő, és hányszor ki kellett ugye fütyülni, vagy hogyha mondtál valami, és akkor állásfoglalást kértünk a média tanástól, amelyik utána ment a balliberális szokásnak, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen mindent lehet mondani. Kérlek szépen, a legfrissebb klubrádiós hirdetések csak egy mondata, leírtam a végét, a Gólem színházról, egy színházjegy, nem igaz, mi van ráírva, Gólem mese, bazd meg, micsoda? Érted? Ez megy a klubrádióba, és akkor nekünk úgy, szóval emancipáljuk magunkat, a jobboldali kormány van hatalmon, az intézményeknek is egyenlő mércébe kell mérni. Megértettelek. Andris. Én, hát nincs mit hozzáfűzni. TASZ és társai. Geri, valami? Milyen szerény vagy, hogy 7-8 év kormányzás után az egyenlő mércét követeled. Ezt a másik oldalról sosem tudnám feltételezni. Tehát szerintem, hogyha ők egyszer győznek, akkor komolyan, az biztos, hogy bevezetik a halálbüntetést, és az, hogy egyenként fogják az összes szerkesztőséget felprédálni, azt hiszem, hogy már ilyet átéltetek, és egyik nap érkezik a VPOP, másik nap a NAV, utána a rendőrség, ezt borítékolni lehet. Volt, amikor egyszerre kávéztak a nappalinkba. Ezek hárman, akikről beszélsz. És bocsássam, még egy őrületes példa, ez is egy mondat, hogy mennyire nem értjük a sajtunk se, és sajnos a kormány se. Kérlek szépen a következő, azt mondja, hogy a 888-hu tegnap előtt hatalmas címmel holokausztozott a New York Times, helyre is tették rendesen ez a cím. Na most mit gondolsz erről? Hogy holokausztozott, és úgy belerúgtak a New York Times-ba, és tudod, hogy mi történt? Leírja a New York Times, hogy itt... olyan, mint ez a holokausztra emlékeztetnek ezek a magyar-szerb határon, ugye? Minden, érdekes, hogy minden a holokausztra emlékeztetnek. Igen? Tudjátok, hogy mi volt a helyretétel? Nem fogjátok elhinni. Kovács Zoltán kormányszóvivő írt egy blogot, hogy ez nem így van. Na most ide figyeljetek. Azt kellett volna csinálnia, hogy a New York Times-nak írni egy választ, és abban az esetben, hogyha nem közlik, először mondjuk a Kumin Ferencet, a New Yorki főkonzult felhívni, Ferikém, van valami jó kapcsolatod, légy olyan kedves, ezt közöljék le, ha már nekem nem akarják. Utána pedig egy kormányszóvivőjén ezt elmondani. Hát így kell ezt csinálni, nem? Csak egy fél mondat ugye ehhez még, hogy tényleg az a helyzet, hogy ezek a leírhatatlanul
aljas gazemberek, mondjuk ott a New York Times-nál. Hú. Mikor leírják ezt, hogy a magyar-szerb határól lévő kerítés őket a holokausztra emlékezteti, és az összes ilyen leírhatatlanul aljas gazember, aki ezt Brüsszeltől kezdve mindenhol naponta ezerszer letolja. Na ez kötelező. Hogy tudod, mit nem értek én? Hogy bár volt már erre példa, ne legyünk igazságtalanok, de minden egyes alkalommal miért nem a zsidó szervezetek tiltakoznak, hogy azért ne gyalázzák már meg a saját mártírjaik emlékét. Hát te most frankon. Hát hogyha ugyanolyan a szerb határkerít, magyar-szerb határon a kerítés, mint az auschwitzi láger, akkor ezzel... A holokauszt relativizálás, és fel kellene jelenteni. Akkor igen, nem? Csukjuk be az auschwitzi múzeumot, mert mi a szarnak járkálnak oda a világból, mindenhonnan, Merkel ugyanezt üvöltötte Erdogánnak, amikor lenáciszta őket, akkor azt mondta, jaj, hát ezeket a zsidó áldozatok meg a relativizálása, nem? De hát ez akkor ugyanaz. Ez ugyanaz. Igen. Annyit erről a TASZ-ról, ugye akitől hiába kért adatokat a Magyar Hírlap, hogy itt a civil törvény módosítására reflektálva a Soros Nemzetközi Alapítványa egy ilyen nyúlfarknyi kis brosúrát kihozott, hogy kiknek adtak pénzt. Egész biztos, hogy nem teljes a lista, mert például az Index nem volt rajta, pedig még egyes Index cikkek alatt is ott volt, hogy ezt az ő támogatásukkal írják. A lényeg az, hogy a nevezett TASZ az csak az szerint, a kimutatás szerint tavaly közel 1 millió dollárt kapott, tehát 300 millió forintot, annak a nagy részét a kormányellenes tüntetések segítésére, tehát jogsegély fordította. Ez ott van nyilvánosan, és akkor az sincs benne, hogy a 444 mennyit kapott, pedig arról is tudjuk, hogy kap, hát hiszen azért ül bent az igazgatótanácsba. Tehát most úgy gondolták, hogy nesztek kutyák, egy ilyen kis rövidke listácskát úgy odaadtak. A héten megkérdeztük, bocsánat. Nincs a héten, mert lejárt az első rész. Akkor ezzel megesküszöm neked, hogy a második részt azzal kezdjük, hogy mit csináltatok a héten. Továbbá megbeszéljük még majd, hogy mi várható Brüsszelben most, hogy Gyugyóbá is odautazik egy kicsit, megpuhítsa az embereket. Meg azért az olasz ügyésznek is feltűnt, hogy a Soros által pénzelt NGO-k hordják be Líbiából a migránsokat. Rövid szünet és jövünk vissza. Folytatjuk a sajtóklubot a Hút Gerivel, a Lovas Pistivel és a Bencsik Andrissal, és a Bencsik Andris most el fogja nekünk mondani, hogy mit csináltam múlt héten. Hát kérlek szépen, beszélgettünk Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, és megkérdeztük tőle, hogy az a rettenetes törvény, ami miatt a Soros emberei össze-vissza csápolnak, és keresztülkasba rohangálnak, hogy ez most milyen következményekkel jár, és azt mondja Németh Szilárd, hogy a világon semmivel. Annyi a szankció, hogy az adott civil szervezetnek meg kell mondania, hogy ő honnan mennyi támogatást kap, ezt egy bíróság tudomásul veszi, és kész. Tehát nincs semmilyen jogkövetkezmény annak, hogy annyi szemben van, az Egyesült Államok. Hogy ki kell, így van, annyi van, hogy ki kell jönniük a napra. Ez a bajuk. És ez az őrület. Ez a bajuk. És most az a nagy kérdés, hogy és nekem tetszik egyébként, hogy az Index szépen beállt a sorba, és az Indexről is láthatóvá vált. Azt valóban tudta mindenki, hogy megvehető médium, de azt mi nem tudtuk, csak sejtettük, hogy kik vették meg. Most már azt tudjuk, hogy az hova tartozik. Így van. Én ezt egy nagyon pozitív jelnek látom, és úgy érzem, hogy ez egy próbatétel lesz az elkövetkezőkben, hogy Magyarország képes ezen az úton végigmenni, tehát még István is elégedett lesz velünk, hogyha ezek a törvények hatályba lépnek, és például tényleg mindenkiről tudhat, hogy mit akar. Itt szóba került az előző részben a koncentrációs táborok körüli polémia. Hát nekem legalább annyira sértette a fülemet Ferenc pápának az a megállapítása, hogy őket ezek a migráns táborok koncentrációs táborokra emlékeztetik. Jó, tudjuk, hogy a Szent Atya Argentinában él, onnan ugye a távlatok miatt nem jól látta a dolgokat, de azért ez egy rohadt nagy mellészólás. De bocsáss meg, Evita is ott élt.
Ebben igaz. És normális. Egy rohadt nagy, fogalmazunk így, mellészólás. Szerintem meg része annak a láncolatnak, amit az imént merészeltem apostrofálni aljas gazemberek művének. Igen. Nem tudok szabadulni ettől a gondolatmenetemtől. Miképpen egyébként, ha már ugye szóba került, hogy miről is szól ez a törvény, ugyanezek, akiknek mondjuk a szerb határkerítésről Auschwitz jut eszébe, ugyanezek ma naponta elmondják, hogy a kormány ezzel sárga csillagot ragaszt a civil szervezetekre. Tehát ugyanaz a vonulat. Tehát de ez magyarul, érdekes, hogy Izraelben is sárga csillagot, ott is az a törvény van. Ugyanaz, csak kicsit szigorúbb. Tehát Izrael is sárga csillagot ragaszgat természetesen. Amúgy pedig, tehát még egyszer, hogy politika csináló, közvetlen, vagy kevesebb esetben közvetett módon politika csináló és külföldről támogatott szervezeteknek meg kell mondani, hogy mire, kitől mennyi pénzt kaptak. Aki erről azt merészeli mondani, hogy ez olyan, mint amikor a zsidóknak sárga csillagot kellett viselni, nem is gondolom végig a gondolatmenetet, jó? Igen. Hogy egyébként, hogyha ebben mélyen belegondolnék, hogy ez valójában mit is jelent, vagy jelentene, és hogy ezek micsoda cégéres, tőrölmetszett gazemberek. És ha egyszer megtörténik az a szörnyűség, hogy ők nyerik meg a választást, és nyilván másnap levonulnak és szétszaggatják a kerítést, és külön vonatokat küldenek majd az arab térségbe, hogy közvetlenül szállítsák ide a migránsokat. Ne kell annyit gyalogolni. Akkor majd megtapasztalhatják, hogy ki fog rájuk sárga csillagokat ragaszgatni, tűzködni. Egyébként meg István nem leszel boldog, mert tehát ebben a terminológiában, amit András mondott, mert a 444.hu-n megjelent az a szokás szerint ordas hazugság, hogy nem, az Indexen jelent meg, bocsánat, először, hogy a... Ne feledd szabad, majdnem mindegy, mert most már tudjuk azt is, hogy a Bodolai, aki az Index fő tulajdonosa, mert ebben az alapítványban ő van, ez egy ügyvéd csávó, tehát a Simicska őt is megvette, viszont a Bodolai a saját irodáját attól az Új Pétertől bérli, aki a 444 főszerkesztője, és akinek egyébként Budaörsön egymás mellett négy szép nagy birtoka van. És akkor a függetlenség jól fizet. És akkor már azt is tegyük hozzá, hogy az a gyönyörű villa, ahol egyébként összeér az Index meg a 444.hu, és ami ennek a tényleg, ha létezik, cool csávó az az Új Péter, tehát csak nézzük, mert mindig egy mucsai szerencsétlennek leszünk, az úgy néz ki, mintha Lagzi Lajcsi építette volna. A villáj. Igen. Persze. Gyönyörű. De mindjárt négyet. De azért nem leszel boldog, igen, mert bár hiába írta meg az Index és a 444, hogy a magyar törvény, ez a civil törvény, az az orosz törvénynek a pontos fordítása, drámaian egybevág, szó szerinti egybecsengések vannak, már erre fel megnéztük, és utána jártunk, és természetesen nem igaz. Tehát az orosz törvény az konkrétan nem kívánatos szervezeteknek minősíti ezeket, tehát ki kell őket utasítani, hát, az országból. Tényleg, ezt szeretem, Geri. Hát, a magyar törvény, a magyarban nincs ilyen. Ugye az emlegetett fara törvénynél is ezerszer puhább, az tényleg csak annyit mond, hogy legyenek már kedvesek elárulni, hogy honnan érkezett az a pénz, kell egy ilyen bevallást készíteni, kb. Semmi szankciója nincs, ha nem csinálják meg. Kicsi nyuszi, Geri. Hát most már több mint egy hete írtam a 444-nek, hogy szívem melenged néha az olvasói kedvéért megírnák a kérdéseimre a választ, hogy ő szerintük akkor a FARA törvény hogy néz ki, működhetne Soros bármelyik alapítványa úgy, ahogy ma Magyarországon az Egyesült Államok, stb. Nem válaszoltak. Viszont a FARA törvényről. Na, ez érdekes. Kérlek szépen, 3 nappal ezelőtt írtam az amerikai igazságügyi minisztériumnak egy e-mailt. Van egy külön a FARA ügyben, ahova lehet írni. Miután a balliberálisok állandóan azt mondják, hogy nem, hát az más, mert ott nem kell regisztrálni abban az esetben, hogyha magánember az, aki finanszíroz. És én írtam nekik, hogy szeretnék bejegyeztetni az Egyesült Államokban egy olyan civil szervezetet, amelyik tájékoztatja az amerikai közvéleményt arról, hogy a Soros és az amerikai külügyminisztérium milyen módon játszik össze, hogy befolyásoljon külföldön különböző politikai eseményeket. Kérlek szépen, visszaírtak,
és az összes linket erre a FARA törvény, tehát 1938-as amerikai törvény, be kell jegyeztetned az otthoni civil szervezetet, hogyha kapsz külföldről pénzt, mint külföldi ügynököt, és tökéletesen felsorolták, hogy milyen esetekben, és igen, ha magánszemély is támogat téged, akkor is be kell jegyeztetni, mint külföldi ügynök. Úgyhogy vége a... És még egy oldalra bővült a... Na, az hát ilyen aktád az amerikai nagykövetsége, nem, hogy lovas. Viszont ha már eljutottunk idáig, ugyebár, hogy te szeretnél működtetni egy ilyen civil szervezetet az Egyesült Államokban, és nagyon szívélyesen felvilágosítottak, hogy akkor a FARA törvény alapján mi a teendőd, jó? Azért vannak az Egyesült Államokban olyanok, akik másképpen is érdeklődhetnek, és most éppen botrány van az Egyesült Államokban Soros miatt. Mert hogy... ahogy a cikk szól, ez a 888-ról való, közel sem mondható szokványosnak az, ami most az Egyesült Államokban zajlik, a magyar származású milliárdos George Soros macedóniai tevékenysége miatt. Egy elismert, konzervatív, kormányokat felügyelő szervezet, a Judicial Watch lépéseket tesz az amerikai külügyminisztérium és az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztésekért felelős ügynöksége, a USAID, ellen, ugyanis a szervezet közérdekű adatigénylésre, amely George Soros macedóniai érdekeltségeire, illetve a milliárdos pénzügyi transferjeire vonatkozik, nem érkezett válasz. Mint itthon a TASZ. A magyar hírlapnak, ott a konzervatív szenátoroknak, meg szervezetnek nem hajlandók válaszolni. Pedig kíváncsiak, hogy Macedóniában a Soros kiket, mivel, mennyiért támogat, sőt, ez a szervezet azt is írta, hogy szeretnék látni a Macedóniában lévő amerikai nagykövet és a Macedóniában Soros által támogatott civil szervezetek közötti telefonbeszélgetések leíratát, mert azok mind föl vannak véve. Na hát, és nem akarják odaadni. Mint a demokrata 2,5 héttel ezelőtt már megírta. Mondjuk, igen, Andris. Igen. És az M1-en egyébként a macedón elnök itt a minap mondta el, hogy valóban a Soros meglehetősen irritáló módon tevékenykedik, és ha minden igaz, akkor a pesti srácokkal együtt működve a demokrata munkatársai egy csapat, most meglátogatta Macedóniát, talán éppen ott is vannak most. Hétvégén mennek. És remélhetőleg nagyon friss és értékes információkat hoznak nekünk erről a sokat szenvedett országról, ami Soros által. Judicial Watch, ez pontosan ugye odaírta, hogy 4.300.000 dollár, és hogy már előre megmondták, hogy még 9 millió dollárt fognak erre a célra költeni Macedóniában. Igen, csak hogy világos legyen. Csak hogy világos. Egyébként, hogy világos legyen, hogy mi vár ránk, hogyha kinyitjuk a kerítést és átengedjük a kormányzást, ugye Soros György hazai privékjeinek, hát az Macedónia, mert ott a háttér is nagyon izgalmas, ugyanis a koszovói háború előtt Macedóniában 10% és 20% között volt az albán kisebbség. Tehát Macedónia a macedónoké volt. Akkor nekik elmondták, hogy hát irgalmasnak kell lenniük, a rengeteg albán menekültet be kell fogadni, akik hogy nem ott maradtak. Most már majdnem 50% a részesedésük a lakosságból, és most, hogy már majdnem többségben vannak, érkeztek Soros György civil szervezetei, akik elkezdték őket hergelni, hogy ti vagytok többségben, vívjátok ki a jogaitokat, nehogy és vegyétek már, el. Nehogy már hülye macedónok mondják meg, hogy mit akarnak, mikor itt vagytok ti is. Erre mondják a macedónok, hogy engedd be az albán kiberázatból. Jó, de ha már, nem tudom, vagy valamit tud a Gyuli bácsi, mert elég komoly ügyeket, hullámokat vet a világban. Gyerekek, ahhoz mit szóltok? Ehhez mit szóltok? Egy olasz ügyész, Carmelo Zuccaro, azt nyilatkozta a La Stampának, hogy bizonyítéka van rá. A földközi tengeren dolgozó migránsmentő civilek összejátszanak az embercsempészekkel. Azt mondta, Líbiából indítottak telefonhívásokat a mentőbárkákra, a mentők lámpákkal irányítják a csempészcsónakokat, és kikapcsolják a transpondereket, hogy a hajók útját ne lehessen lekövetni. Számol be róla a BBC. És, nem olvasom föl, itt hosszan le vagyon írva, hogy a érintett szervezetek NGO-k, jelentős részben Soros által támogatott NGO-król van szó, és az olasz ügyész bizony már azt is felvetette, hogy esetleg tán akkor beidézné George Sorost, és meghallgatná, hogy mégis mi folyik. Köszönöm, de a BBC-t, bocs, a BBC-t 14 nappal előzte meg a demokrata, amikor szó szerint ezt
olasz forrásokból leírta. De hogy minden körbeérjen, te olvastad fel annak a CEUS szakdolgozatnak a címét talán 2 héttel ezelőtt, ami pont arról szól, hogy az embercsempészek nem bűnözők. Hát persze, hogy nem. Hát itt most fog kiderülni, ha ezt az ügyet Carmelo Zuccaro ügyész úr végigviszi, vagy végig akarja vinni. Na, akkor most kötök egy fogadást veletek, jó? Meg a kedves nézőkkel. Derül, hogy náci volt a nagypapa. Ha ez a pali, ez az olasz ügyész beleáll ebbe, és megpróbálja végigvinni. Igen, egy hónapon belül ki fog derülni, hogy a felmenői közül kik harcoltak Mussolini fasisztái között, jó? Tehát első kör. Ki fog derülni, hogy 38 évvel ezelőtt elfogadott egy kávét egy bisztróba, egy később letartóztatott mafiózótól, tehát meg van vesztegetve, jó? És mi fog még kiderülni? Az fog kiderülni, hogy az ügyészség és a mögötte most a Zuccaro mögött felsorakozott északi ligás politikusok, azok a bűnözők és az embercsempészek mind áldozatok. Jó? Ezt nagyobb tétekben még annyit, bele. Hogy az olasz forrás, amely 20 nappal előzte meg körülbelül a BBC-t, az egyértelműen leírta, hogy először a szicíliai egyik ügyész, gondolom ez csak már a nevét elfelejtettem, az javasolta, hogy vizsgálják meg, megnevezte a két soros szervezetet is, az egyik a mentsétnek, a gyerekeket, másikat elfelejtettem. Akkor vette át az olasz államügyészség, és utána fog az jönni, amit te mondsz, nem tudom, hogy kinek adták személy szerint. De hát ez körülbelül nálunk is úgy van. Kérlek szépen, a mi bíróságunk már nyilván gondolkodik azon, hogy Gulyás Márton nehogy 300 órát dolgozzon, és majd a fellebbvitelen majd el fogják dönteni, hogy nem volt az semmiféle rosszaság, amit ő elkövetett, és nehogy 300 órát szegény közmunkát. Ezt is lemerném nagyobb tétekbe fogadni. Gyerekek, azért van még itt tegnapról egy téma, ne menjünk már el mellette. Azért második fordulóba Párizsba, illetve Franciaországba mégiscsak Le Pen és Macron jutott. Ez mennyire papírforma szerintetek, vagy mennyire meglepetés? Mert most próbálja a világ sajtó ezt a kettőt összekovácsolni. Hogy papírforma is született, meg óriási meglepetés is született, meg a francia nép elzavarta az eddigi eliteket az anyja keservébe, és most akkor jön majd az új Macron, mert csak a Macron győzhet, mert hogy ez napnál is világosabb, hogy a Macron fog győzni. Véleménye? Hát, egyrészt a pesti srácok, a Máté T. Gyula írt egy nagyon szellemes párhuzamot, ő Bajnai Gordonhoz hasonlította ezt a Philip Macront, azt mondja, ez egy olyan csinált figura, akit mind a nyuszit a kalapból úgy húztak elő, mert mikor nyilvánvalóvá vált, hogy teljesen lejáratottak a klasszikus politikai erők, és elképesztő mértékben jön fel a nemzeti front, amelyik világosan és nyíltan kimondja, hogy mit nem akarnak, és mit akarnak a franciák, akkor megpróbáltak szembeállítani vele egy ilyen. Tehát az egyik egy szuper patrióta, ez a Marine Le Pen, a másik pedig egy szuper unionista, tehát minden szempontból egy bankárból csinált kis sejemfiú, ez a Macron. Tehát Franciaországban a hideg és a meleg, a jobb és a bal csap össze, de nem politikai oldalak szerint, hanem az egyik egy patrióta erő, a másik egy teljes mértékben kozmopolita képviselet. Mindenki beáll a csinált figura mellé, és hát legyünk őszinték, nincsen túl sok esély a francia választóknak. Hallatlan nagy bátorság kéne, meg néhány marha nagy robbantás, de meg talán az se lenne elég, hogy a franciák fölocsúdjanak. Tehát ilyenkor némi önzéssel azt mondom, hogy adjunk hálát a magyarok istenének, hogy Magyarországon 2010 óta töretlenül egy patrióta erő van kormányon, mert most meg fogjuk nézni, ahogy Ausztriában az elnök választása nem bírt a vidéki Ausztria felül kerekedni, pedig többségben volt. Most megnézzük, hogy Franciaországban a patrióta franciáknak milyen sanszuk van. Pista? Kérlek szépen, azt tudni, hogy Franciaországban, mint a nyugati országok legnagyobb részében, média terrorban.
olyan hegemóniája a fősodratú sajtónak, tehát hogyha nálunk kifogásolják, hogy itt nincs demokrácia, és az mert, hogy a sajtó hogy befolyásolja a választásokat, holott túlsúlya van a balliberálisnak, RTL klub meg társai, Index, stb. Bármit nézel, heti lapok. Franciaországban nem ilyen szerencsés a helyzet, ott minden fősodratú médium Macron-t nyomja. Na most a francia felmérések pontosan bemutatták, és nagyon büszkék a felmérést készítők, hogy ők nem olyan volt, mint a Trump esetében és a Brexitnél, mert pontosan megjósolták az arányt, mindent. Nagyon szeretném, hogyha Macronról mindenki tudná, nálunk is, hogy a Rothschild bankárháznál volt befektető bankár, és másfél év alatt keresett 2,4 millió dollárt. Úgyhogy gazdag emberről van szó. Le Pennek pedig nehézsége van kifizetni majd egy olyan büntetést, amit igazságtalanul fognak rárúni. De én azt hiszem, hogy lehetnek még meglepetések, hogyha a Eurasia csoport, ez az Eurázsia csoport, ami egy nagyon tekintélyes és abszolút establishment, balliberális, bocsánat, neoliberális vonalat visz, azt mondta, hogy 40% az esély. Igaz, hogy az Economist azt mondta, hogy 1% a Le Pennek, de hát csodák megint a Trumpnál is voltak és vannak, és senki nem látja a jövőt. Kivéve a Baba Vága bolgár néni, tudja? Ugye a nevezett világ sajtó már is megírta, hogy nincsen semmi probléma, mert hogy a francia nép az olyan, hogy vagy ugye a baloldalt, vagy a konzervatívokat támogatja, de hogyha csak az egyik jut be a szélsőséges jelölttel szemben, akkor mindig összefognak a szélsőség ellen, és ez fog történni most is. Úgyhogy most a nevezett francia népen a sor, hogy bebizonyítsa, hogy nem az elemzőknek van igaza. A Fillon már föl is szólította a sajátjait, hogy a Macront kell támogatni, nyilván ezek a felszólítások meg fognak történni. Hát ő jobb oldalának mondta magát eddig. És akkor a szociálliberálisra? Igen, mert nyilván megtetszett neki a Macron programjából a legfontosabb rész, hogy legalizálni szeretné a kábítószereket, mert nyilván ez fogja Franciaországot megmenteni. Mert most kicsit nagy a córez, de ha majd legális lesz a kábítószer, akkor minden helyére fog kerülni. Egyébként csak amellett se menjünk el, egy mondatos megjegyzés nélkül, hogy itt tegnap este lezajlanak a választások, megvan a végeredmény, 23,7-et kap a Macron, 21,5-öt kap a Le Pen, gyakorlatilag fej-fej mellett az első két helyezett megvan, és pár száz ilyen tróger, senkiházi, ganyé, ilyen szélsőbalos anarchista, azonnal kimegy az utcára autókat gyújtogatni, meg igen, kukákat borogatni, hogy ők tiltakoznak a löpe. Tiltakoznak a szabad választás ellen. Mert végülis mi ellen tiltakoznak? Ez ellen. Vagy akkor tessék kimondani Franciaországban, hogy demokrácia van, szabad választás, kivéve akit mi úgy gondolunk, az nem indulhat el ezen a szabad választáson, mert ezek ezt akarják. Ez a régi SZDSZ-es trükk, biztos, hogy tőlük tanulták, mert ugye Magyar Bálint is előállt a minap, hogy hát olyan helyzet, hogy most már csak az erőszakos megoldás. Erőszak, fegyver, akasztás, persze. Momentum is, népszavazás arról, hogy nem indulhat az Orbán. Gyerekek, maradt 2 percünk, de azért kapjunk bele, hogy tényleg ilyen kétmondatos reakciókat várnék. Szerdán nagy felvonás lesz Brüsszelbe. Megy a magyar miniszterelnök, de Georgi Boy már ott van az egész lepjével, Ignatieff már puhítja mindenkit, Junckertől a frakcióvezetőkig, hogy minek is kéne történnie, és ne menjünk el amellett, amit mint most Pistá voltál szíves felhívni a figyelmünket, tavaly augusztusban megírtad, hogy Soros George Sorosnak gyakorlatilag de facto egy 262 fős, igen, frakciója azt van. Azt most újra felfedezték az Európa Parlamentben. Ezt te írtad meg először, de most a Wikileaks alapján, és most kiderült, hogy jé, tényleg. No, mi várható Brüsszelbe? Kirakják-e a Fideszt a néppártból? Első kérdés, mit akarnak művelni Orbánnal? Egy mondat. Röviden, egyszer azt mondta valaki Orbán Viktor politikájáról, hogy
ez egy hihetetlen merész politika, mert vagy nagyon nagyot nyerünk, vagy nagyon nagyot vesztünk. Ha nagyot vesztünk, nem azért, mert ez kockázatos politika, hanem akkor mindenki veszíteni fog. Tehát, hogyha az Európai Unióban felül kerekedik az az erőteljes akarat, hogy a francba nemzetállami korlátokkal, és ide be kell ereszteni 40 millió migránst, akkor mindenki veszít. Ha azonban bírjuk Cérnával, és ott állunk a miniszterelnök mögött, akkor könnyen lehet, hogy nem sikerül ezt az akadat érvényre jutatni, és akkor egy fantasztikusan nagy diadal lesz. Pista, egy mondat. Én nagyon szeretném, hogyha sikerülne Sorosnak, és az Európai Néppártból kikerülnénk, mert egy kötéllel kevesebb. Én ezt nem szeretném, de ami most történik velünk, az világosan bebizonyítja, hogy nem üldözési mániánk van, hanem tényleg üldöznek. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a figyelmet, jövő héten is, hétfőn várjuk Önöket, lesz sajtóklub, minden jót, a viszontlátásra.